Sziasztok, ez itt újra a játékok a polcról. A mai adásban Lego Star Wars-szal fogok foglalkozni. Nem annyira régen volt utoljára, de most így jött ki a lépés. És most egy régebbi, klasszikusnak mondható Lego Star Wars készlettel, a 7657 AT-ST-vel fogok foglalkozni. Ami hát olyan szempontból érdekes, hogy ugye maga a csatorna is egy AT-ST-s videóval indult, a Rogue One-os változatot mutattam be nektek itt először, tehát minden egy ilyen géppel indult, hogy így fogalmazzak, és hát most úgy alakult, hogy lett egy ilyen régebbi darabom is, és hát annak a függvényében érdekes megnézni, hogy hát korábban milyenek is voltak az AT-ST-k. Ugye az egy 2017-es darab volt talán, vagy 6-os-7-es, ez pedig egy 2007-es, tehát egy 10 évvel korábbi példány, és hát mondjuk is azt, hogy zongorázni lehet a kettő között a különbséget. No, azt tudni kell, hogy AT-ST-k természetesen jelentek meg a LEGO Star Wars története során elég sok alkalommal, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez egy keveset használt gép lenne, összesen 11 kiadás létezik belőle, mondjuk abban benne van a First Order-es változat is, úgyhogy mondjuk úgy, hogy akkor 10, de a többsége a kiadásoknak az leginkább ilyen kis minicuc volt, tehát ilyen kis zacskós, újságmellékletként kiadott, akkor volt belőle olyan, amiért be a bolygós sorozatban jelent meg, természetesen volt belőle UCS is, és hát normál méretű változata, ami önálló készletként jött ki, az azt hiszem, hogy 10 darab volt. Ezelőtt már volt 2, mielőtt ez a 2007-es példány megjelent volna, de mind a kettő jóval kisebb volt, hiszen ez 239 alkatrészből és egy minifigurából áll, az előtte lévők pedig ilyen 100 alkatrész környékén voltak, tehát ez egy ilyen kétszer akkora modell volt a maga idejében, mondjuk úgy, mint bármelyik korábbi. 23 vagy 28x28x6 cm-es maga a lépegető, tehát annyira nem kicsi. Őszintén szólva, én ezt a gépet korábban csak képen láttam, mármint ezt a kiadását, és valahogy úgy képzeltem, hogy ez sokkal kisebb. Pedig méretileg egyébként nincsen nagy eltérés a későbbi változatokhoz képest, valamivel a pilótafülke rész az kisebb, meg hát sokkal aránytalanabb, valljuk be, de úgy magasságba, meg arányaiba azt kell, hogy mondjam, hogy rendben van a gép. Tehát ez volt az első nagyobb AT-ST, mondjuk így. Azt viszont nem lehet róla mondani, hogy ez lenne a legszebb. Tehát nagyon-nagyon rosszak a paraméterei, hogy így fogalmazzak, ennek a lépegetőnek. Leginkább a fülkerész, ami olyan, mintha már becsapódott volna bele két oldalról az evokok által megindított fatörzs, és egy kicsit ilyen cuppantott feje van szegénynek, sokkal-sokkal filmhűbbek voltak a későbbi kiadások, még a legrosszabb későbbi kiadás is jobb pilóta fülkével bírt, ez egy kicsit túl hosszúkás, ott van egyszerűsítve, ahol nem kellett volna egyszerűsíteni igazából, és megadja nekünk a részletességnek az illúzióját, de azért közelebbről megszemlélve 239 alkatrész ide vagy oda, igazából nem egy részletesen kidolgozott cumó. Persze mondhatjuk, hogy 2007-ben járunk, mit várunk egy 2007-es készlettől, azt hozzá kell tenni, hogy 2007-ben azért jelentek meg ennél már sokkal ütősebb készletek is, meg sokkal filmhűbb LEGO járgányok. Ez valamiért nem lett az igazi, nem sikerült annyira jól. Ennek ellenére egy népszerű darab volt a maga idejében, hiszen azért mégiscsak az AT-ST lépegetőket nagyon-nagyon sokan szeretik. Úgyhogy nem annyira jó a kialakítása, de akkoriban ez elég volt, de ez hülye kifejezés, mert ez akkoriban se hiszem, hogy a szebb készletek közé sorolta volna bárki is, tehát igazából annyira nem jó, mert kicsikét olyan nyomott az egész.
Az alkatrészek természetesen a világos és sötét szürke darabokból állnak. Igazából elég változatos az alkatrész felhozatal. Mindenféle apróbb és nagyobb cuccok is vannak benne dögivel. Fekete, sötét szürke, világos szürke. Igazából ennyi az, amiből felépül az egész. Maguk az alkatrészek között azért itt már megjelentek az ilyen technikesebb cuccok, a különböző konnektorok, tengelyek, nem olyan sok, mint a későbbi darabok esetében, de azért itt is van már egy-két ilyen pörgőforgó, meg fogaskerék, meg ilyesmi. Tehát azért egy lényegesen bonyolultabb felépítésű valami ez, mint a korábbi AT-ST modell. No, az építése, hát érdekes volt egy kicsit, mondjuk úgy, vagy fogalmazzunk úgy. Nem volt valami túlzottan kielégítő, annak ellenére, hogy azért elszöszölgettem vele. Ennek több oka is volt, hogy miért nem élveztem annyira az építését. A legfontosabb az az, hogy az összeszerelési útmutató az kicsit olyan balfék módon van megcsinálva, hogy egy ilyen felemás dolog. Na most ugye tudjuk, hogy a régi építési útmutatók azok úgy épültek föl, hogy semmilyen alkatrész vagy akármi nem volt rajtuk gyakorlatilag megjelenítve, hogy most ezeket az alkatrészeket kell használnod, hanem ugye gyakorlatilag a képről kellett kikövetkeztetni, hogy éppen mit kellett hova beépíteni. A későbbieknél ugye meg már külön szelvény van, ahol fel van sorolva, hogy éppen melyik lépésnél melyik alkatrészeket kell berakni. Na most ez egy ilyen kicsit átmeneti darab, egy ilyen jó nagy alakú, tehát önmagában a képek méretével nincsen baj, de vannak olyan részek, ahol mondjuk azért meg van jelenítve, hogy mit akarunk beépíteni, de egy csomó részen meg igazából nem. És ennek köszönhetően néhány résznél igencsak el lehetett csúszni. Én egy komplett sort elfelejtettem például itt a pilótafülke építésnél, egy komplett sort elfelejtettem ráhúzni, és csak később vettem észre, hogy valami nem oké. Okay. Úgyhogy egy picikét azért oda kell figyelni az építésnél, ez annyira nem tetszett benne. Nem volt olyan nagyon aprólékos az építése, nagyjából szerintem egy ilyen 25 percet töltöttem az összerakással, de úgy nem jelentett igazi élményt. Na most, amint látjátok, az összerakási útmutatóm az elég erdő állapotban van, tehát itt ki van belőle szakadva egy darab. Ez így érkezett egy ilyen nagyobb katalógusos csomaggal, és aztán döntöttem úgy, hogy végül is ezt össze tudom rakni alkatrészekből, és akkor miért ne, de hát nem egy annyira gyönyörű példány, de önmagában véve az alakja, meg a mérete az rendben van. Hát alapvetően ezt a készletet azért nem feltétlenül ajánlanám kisebb gyerekeknek építésre, vannak benne nagyon pici alkatrészek is, illetve vannak bizonyos részek, amik kicsikét azért bonyolultabbak, de mondom, egy jobban tagolt összerakási útmutatóval abszolút nem lenne bonyolult, de hát így azért egy picit nehézséget okoz néhány részletnél, úgyhogy emiatt nem biztos, hogy kicsi gyerekeknek olyan élvezetes a cuccnak az összerakása. És hát hozzá kell tenni, hogy miután megépítettük a cuccot, a végeredmény se olyan nagyon kielégítő, és most nem arra kanyarodok vissza, hogy aránytalan a cucc, hanem olyan rozoga. És nem tudok erre igazából jobb szót kitalálni. Nagyon sok olyan építési megoldás van benne, ami nincsen olyan túlbiztosítva, hogy így fogalmazzak, és emiatt, még hogyha nem is esik szét a kezünkben, de olyan érzetet kelt, hogy na ez mindjárt szétesik, és porrá omlik gyakorlatilag az egész a kezünkben, úgyhogy nem egy ilyen túl acélos darab, és nem feltétlenül mondom azt, hogy ez iszonyatosan játékra termet, ezt egy erősebb játék során hát szerintem 3,5 perc alatt amortizálja le a gyerek tökig. Köszönhetően annak, hogy nagyon sok olyan rész van benne, ahol ilyen egyes kapcsolódási pontok vannak, és maximum egy lapos elem lezárja mondjuk a kapcsolódási pontot, de ennyi. Tehát igazából most
a lábat is, hogyha szerintem ennyit csinálnék, így kirepülne a kezemből az egész. Tehát, de ugyanez a helyzet a pilóta fülkében is, tehát ezt így, és ennyi, és lenni is van gyakorlatilag az egész. Tehát mondom, nem kelti azt, hogy ez egy masszív, jó konstrukciójú gép, hanem azt az érzetet kelti, hogy mindjárt szétesik a kezedben. No, úgyhogy pontosan emiatt játékra nem feltétlenül javasolnám. Akkoriban biztos tök jól lejátszottak vele a gyerekek, én nem mondom, tehát most lehet, hogy van köztetek olyan, aki most azt fogja mondani, hogy ő imádta ezt gyerekkorába, és biztos alá is írom, hogy én is imádtam volna, hogyha egy ilyet kaptam volna gyerekkoromba, nem mondom, hogy nem, de hát azért láttunk már gyerekbarátabb játékra sokkal alkalmasabb LEGO készleteket is, hogy így fogalmazza. No, ennek ellenére, hogy egy kicsit ilyen rozoga, meg kicsit aránytalan, kicsit sárga, kicsit savanyú, egy csomó kunsztot megpróbáltak belezsúfolni, tehát sok minden van, ami mozgatható a gépen, meg amit csinálni lehet vele. Vannak ugye egyrészt ezek a fegyverek oldalt, ezek a szokásos fegyverek, ezek természetesen le, illetve felfelé is mozgathatóak, igazából olyan nagyon sok értelme nincsen. Valamennyire mozog ez a középső ágyú is, de amint látjátok, azért nem olyan nagy mértékben, egy picikét állítható, végül is ez elég is. Szemöldökök, azok becsukhatóak, hogyha akarjuk valamennyire, de igazából ez csak és kizárólag ebben az állásban néz ki valahogy, és emlékeztet minket az AT-ST lépegetőre, tehát oké, hogy mozgatható, de ennek semmi értelme, ez kicsit ilyen, mint hogyha Ray Charles-osat játszana a lépegetőben, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Úgyhogy ez egy kicsit felesleges feature. Természetesen a pilóta fülke nyitható, még véletlenül se fokozatban, tehát egy viszonylag könnyen lecsapódik. A pilóta fülke nem igazán jól kidolgozott, gyakorlatilag csak egy ilyen piros rácsos elem az, ami arra próbál emlékeztetni minket, hogy itt valami panelt vagy kijelzőt néz, tehát nincsen benne festett elem meg semmi, és a pilóta fülke ülése is egy tök egyszerű fekete ülés. Tehát itt aztán nem bonyolítottak rajta semmit, ebbe beülteted a figurát, aztán csókolom, tehát nem egy nagy kalanda kidolgozása. A fő feature, ahogy sok más AT-ST lépegetőnél is, az a pilótafülkének a forgathatósága, amit itt egy tengelyes megoldással lehet elvégezni. Ugye itt látjátok ennél a kapcsolódási pontnál, hogy ez egy forgó elem, ez alul egy tengelyel kapcsolódik egy fogaskerékhez, vagy egy másik tengelyhez, és az egész rendszer vége itt egy másik fogaskerék, amit hogyha elkezdünk forgatni, akkor mondja, hogy ő már nem kér több ebédet. Tehát igazából ez a funkció, ez legalább jól működik. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy rossz lenne, vagy a technikai megoldása ergyán lenne megcsinálva. Ez nagyjából üzembiztos, bár egy kicsit olyan érzetet kelt, hogyha túl erősen csóváljuk a fejét, akkor lerepül mindjárt az egész. Tehát egy kicsit olyan, ahogy mondjam, olyan rozoga az egész. Ez a legjobb szó rá, hogy rozoga igazából. Természetesen mozgathatóak, állíthatóak a lábai, de nem olyan mértékben, mint a későbbieknél. Tehát ez nagyjából ebbe az állásba, hogyha beállítjuk, akkor ez így stabil. És igaz, hogy még mondjuk lehet így módosítgatni egy kicsit, hogy így kiegyenesítjük, de hát igen, tehát a talprész az viszont nem mozgatható annyira fölfele, és a combrésznél se, most ezt nem látjátok, de ott se lehet már továbbiakban megtörni előrefelé. Tehát igazából az, hogy ezt a középső részt ezt lehet állítani, ennek nincs sok értelme. Tehát nagyon-nagyon keveset lehet rajta gyakorlatilag módosítani, és ez az egy állás, amiben igazából stabilan megáll, úgyhogy nem nagyon kell állítgatni. Ez egy olyan feature, aminek maximum annyi értelme van, hogy amikor ilyen egyenes állapotába előállítod a lábát, összeépíted, akkor utána helyre tudod biccenteni őket. Na most itt két hátsó ilyen bajusz is van, ami igazából nem tudom mire való, majd kommentbe ti megírjátok, de ezek is állíthatóak.
Lehet, hogy a faltól való távolságot lehet beállítani vele, mint az IKEA bútornál, vagy én nem tudom, de furcsa. Tehát a többi ATS-nél nem láttam ilyen alkatrészt. Nem tudom igazából, hogy mire jó, fogalmam nincsen. Nagyjából ennyi a feature-öknek a listája, tehát igazából ez elég is, még sok is, nem azt mondom, nem kellett volna még talán ennyire se túl bonyolítani ezeket a dolgokat, de ezeket azért nagyjából üzembiztosan tudja. Hát látjátok, hogy inog a feje, hogy így a kezemben van, és kicsit remeg a kezem, gyakorlatilag ez az egész felső rész, ez így inog, meg lötyög, úgyhogy annyira nem frankó. Úgyhogy nem annyira játszható készlet, nem annyira impozáns készlet, tehát igazából gyűjtőknek se annyira ajánlom, hiszen majdnem ugyanennyi pénzért egy sokkal szebb ATST-t lehet venni az azóta történt kiadásokban. Mondjuk a Mandalorian és ATST Rider is sokkal jobb, meg a Rogue One-os is, az UCS-ről ne is beszéljünk, vagy azóta is azt hiszem, hogy most fognak, vagy most adnak ki majd új ATST-t, most hirtelen nem is tudom, tehát az mindegyik jobb, mint ez gyakorlatilag, de hogyha valakinek éppen erre van pénze, vagy ez van meg neki, akkor ez is kinéz valahogy a polcon, nem mondom, tehát hogyha valaki oda néz, akkor látja, hogy ez egy ATST, látja, hogy ez egy Star Wars jármű, de szerintem rögtön látja azt is, hogy nem annyira szép. No, egyetlen figurát adtak hozzá, természetesen egy AT-ST pilotot, ami egyébként nem egy olyan rossz kis figura, igazából minden részletében olyan, ami ennek lennie kell, ezt szoktuk meg a filmben, van egy szokásos ilyen AT-ST pilot sisakja, ez egy jó megvalósítású sisak, semmi extra. Van egy napszemüveges arcoldala, vagy hát ez a ilyen fényvédős, és a fejének van egy másik oldala, ami egy ilyen sima, morcos emberi arc. Az nekem kevésbé tetszik egyébként, tehát a napszecsás az jobban bejön. Ez az emberi arcos, vagy normál arcos, ez egy kicsit ilyen snasz, hogy így fogalmazzak. Tehát ez így jobban néz ki. Nem túl részletes a felső testének a festése, de azért rendben van, a színe is rendben van. Úgyhogy rosszat igazából nem tudok mondani erről a figuráról. Ezt az AT-ST pilotot, ezt csak ebben az egy készletben lehetett megszerezni. Illetve volt még egy ilyen figura csomag, amiben ugyanezt belerakták. Ennek köszönhetően nem egy ritka figuráról beszélünk, nagyjából olyan 1200 forint környékén be lehet szerezni, ugye egy ilyen sima fekete blaster van hozzá kiegészítőnek, amit a pilóta fülkében van egy ilyen csiptetős rész, és oda be lehet rakni, de igazából alig látszik, úgyhogy annak nincsen túlzottan sok értelme. Úgyhogy nem annyira rossz kis figura, meg nem annyira drága, ilyen 1200-ért, tehát hogyha valaki gyűjti a Lego Star Wars figurákat külön, vagy megvan neki ez a készlet, de hiányzik a figura, akkor nem egy olyan vagyon ennek a figurának a pótlása. No, és akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyi is az annyi, tehát úgy összességében ezt a 2007-es AT-ST-t mennyiért is lehet megvásárolni. Hát nem annyira drágán, mint hogyha mondjuk vennél egy újat, vagy egy újabbat, azt hozzá kell tenni. Nincsen úgy igazából olyan hú de nagy gyűjtői értéke, rengeteg eladó példány van belőle, tehát nagyon könnyű megvásárolni, hazai aukciós portálokon is, Bricklinken is, mindenhol lehet belőle találni. Nagyjából 10-12 ezer forintot kérnek el érte kompletten, mondjuk szép instructionnel, amit egy picit túlzónak tartok, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a készlet ér annyit. Össze is lehet bricklinkelni egyébként alkatrészekből valamivel olcsóbban. Nem nagyon van a készletben igazán drága alkatrész. Tehát azt hiszem, hogy ilyen 1000-es a max a valamelyik alkatrész, meg 1200 a figura, és akkor a többi az igazából ilyen filléres és általános alkatrész, legalábbis úgy emlékszem rá. No, szóval 10-12-t kérnek egy bontott, komplett példányért instructionnel, ezt soknak találom, én inkább olyan 7-8-at tartanék reálisnak,
hogyha doboz is van hozzá, akkor már olyan 14 ezertől kezdődik a buli nagyjából. Bár hozzá kell tenni, hogy a doboz se túl impozáns ennek a készletnek. Valahogy ennek az évnek a dizájnja, ez az ilyen véderes, kicsit ilyen McQuarrie véderes dizájn, meg ez a piros-fekete színvilág, ez nekem annyira nem jött be, és annyira ez a dobozkép se. Ugye hát ez ugyanaz az instructionom, mint a dobozkép, de egy kicsit olyan, mint hogyha én photoshopoltam volna. Tehát én meg annyira nem tudok photoshopolni. Úgyhogy nem annyira jó ez a kép, mint a későbbieké, vagy nagyon sok más LEGO Star Wars készleté. No, és természetesen bontatlant is lehet belőle venni, hogyha valaki a bontatlanokat gyűjti. Olyan 25 ezer forint környékén indul, és hát az, hogy mondjuk egy bontott komplett dobozos 14, egy teljesen bontatlan 25-ért kapsz, kicsi az olló, ebből már azért látszik, hogy sok példány van belőle, tehát a rendelkezésre állása relatíven nagy ennek a készletnek, ezért nem kerül olyan hú de sokkal többe a bontatlan. Nem hiszem egyébként, hogy megér 25-öt, tehát bontatlanul sem, mert igazából a gyűjtői értéke szerintem nem olyan nagyon nagy. Tehát, hogyha valaki eltett egy bontatlan rógvanos AT-ST-t, akkor az fog duplázódni szerintem egy pár év múlva, vagy akár triplázódni is, bár ugye azóta is jött ki AT-ST, tehát végül is egy commerce-ebb járgányról beszélünk, de szerintem ő nem, tehát ő nem produkál olyan nagy ár emelkedést, de aztán meg ki tudja, igazából nem vagyok én LEGO tőzsde ügynök. Nekem így összességében annyira nem jött be. Tehát amikor elterveztem ezt a videót, hogy na, akkor jó, megépítem ezt az AT-ST-t, és akkor ezt is megmutatom nektek, akkor úgy gondoltam, hogy milyen jó poén lesz, hogy mutattam már egy újat, és akkor megnézzük, hogy milyen volt a régi, de egy kicsit általánosságban azért csalódás, mert ez a készlet ez nem olyan, mint hogyha mondjuk 10 évvel a rógvanos előtti készült volna, hanem olyan, mint a 20-szal készült volna előtte, és ez valamilyen szempontból csalódást kelt. No, mindegy, hát ez így alakult. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ezen a borús szerda délutánon. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a csatornát, meg kommentben mondjátok el a véleményeteket. Lájkoljátok a Játékok a polcról Facebook oldalt, és tartsatok velem a játékokapolcról.blog.hu-n. Jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt leszek, akkor Star Wars Power of the Force figurákkal akarok foglalkozni. Ezen kívül pedig találkoztatok velem majd az október 24-én tartandó Star Wars családi napon is, amit Pesterzsébeten a Csili művelődési házban lesz. Szokás szerint árulni fogok különböző figurákat, meg egyéb dolgokat, és hát egy rövid ilyen színpadi beszélgetés is lesz velem majd 13 óra 40-kor, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, akkor jöjjön el, és majd nézzen meg keressen meg az asztalnál. Meg ezen kívül már elkezdtem a második figura és játékfesznek a szervezését is, az úgy néz ki, hogy november 28-án lesz. No, ennyit a szolgálati közleményekről, köszi szépen mindenkinek, sziasztok!